6000 új munkahely jöhet létre a következő 2 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így számol a kormányhivatal munkaügyi főosztályvezetője. Az álláshelyek többségére fiatalok is jelentkezhetnek, sőt, saját vállalkozásokat is indíthatnak. A világ összes Duplo játékát Nyíregyházán készíti a Lego. A dán cég magyar gyárában jelenleg 2400-an dolgoznak. Azt tervezik, hogy a következő néhány évben újabb üzemeket építenek Nyíregyházán, a létszámot pedig 2000-rel növelik. Nem csak itt, a megye más városaiban is jelentős munkahelyteremtéssel számol a kormányhivatal munkaügyi főosztály vezetője. A következő 2 évben körülbelül 6000, több mint 6000 munkahely fog létrejönni itt a megyében. Nyíregyházán itt a bejelentett Lego és a 800 fős Contitech mellett azért még lesznek beruházások, ez gondolom még egyelőre nem publikus, illetve a megye többi jelentősebb településén is, Kisvárda, Vásárosnami, Mátészalka településén, Nyírbátorban is nagy volumenű létszám fejlesztések lesznek. A cégekhez elsősorban fiatalok jelentkezését várják, de egy program azokat is támogatja, akik pályakezdőként rögtön saját vállalkozást akarnak indítani. A konferencián elhangzott, hogy jelenleg a megyében 20 000 18 és 25 év közötti álláskeresőt tartanak nyilván. Egy nagyon érdekes témával folytatjuk, ehhez a felvezető anyaghoz kapcsolódóan növekedett az ingázók száma, és az, hogy az ingázók száma növekedett, összefüggésbe hozható a foglalkoztatással, a foglalkoztatottsággal. A stúdióban köszöntöm Varsányi Tamás urat, jó estét kívánok! Készült a KSH-nak statisztikája néhány évvel ezelőtt azzal kapcsolatosan, hogy hogyan alakul az ingázás az országban, az ország különböző területein, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, és nagyon sok összefüggés tapasztalható a foglalkoztatás, foglalkoztatottság és az ingázás mértéke között. Milyen relációban, milyen összefüggésben vizsgálták? A napi munkaerőnek a mozgását, a napi munkaerő mobilitását, vagy az ingázást, azt a 10 évente megrendezésre kerülő népszámlálásokból kapunk róluk információt, ebből a legutolsó az 2011-es felmérés volt, illetve a két népszámlálás között úgynevezett kis népszámlálásokat, mikrocenzusokat tartunk. Ezekből ez egy reprezentatív mintavétel, még maga a népszámlálás az egy teljes körű összeírás. Az, hogy ilyen ritka ez a felvétel, az nem befolyásolja igazából az adatoknak az értelmezését, hiszen az ingázás, mint társadalmi jelenség, mint munkaerőpiaci jelenség, az nem változik napról napra, tehát az egy viszonylag hosszú időtávon stabilak az alapvető folyamatok. Az adatok azt mutatják egyébként, hogy a foglalkoztatottak harmada, ez azt jelenti, hogy 1.340.000 fő ingázik naponta lakóhelye és munkahelye között. Ez az aktív korúakra levetítve egy jelentős szám. Így van, tehát a foglalkoztatottak harmada, az mindenképpen egy akkora nagyságrend, amivel érdemes és kell is foglalkozni. Hogyha egy picit még a fogalmat helyre tesszük, akkor kik számítanak ingázóknak? Ingázónak azokat nevezzük, akiknek a munkahelye és a lakóhelye átérő településen található. Itt megkülönböztetünk foglalkoztatási célú ingázást, tehát mi most alapvetően erről beszélünk, hiszen ingázni ingáznak a tanulók is az oktatási intézmény, illetve a lakóhelyük között. Illetve megvannak azok az ingázók is, akik úgynevezett húzamos ingázók vagy hazajárók, ők az a társadalmi csoport, amelyik a családjától távol él, és oda csak ritkább időközönként, hetente, két hetente, havonta jár haza. Ők általában nagyobb távolságokat tesznek meg, tehát mondjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Budapestre ingázás nem jellemző, viszont az, hogy húzamosan távol van Budapesten családján, az már inkább kézzelfogható, megértelmezhető. Hogyha megnézzük a korcsoportokat, vagy a korszerkezetet, akkor mi a jellemző, kik az ingázók inkább? Általában a fiatalabb korosztályok és a férfiak azok, akik jobban vállalják az ingázással járó terheket, illetve kényelmetlenségeket, illetve a fiataloknak megvan két itt markánsan elkülönülő csoportja. Az egyikük az, aki a családi házból már úgymond kirepült, saját életet, tehát önálló életkezését folytatja. Ők általában már ott helyezkednek el, ahol a munkahelyük van, tehát annak megfelelően választják a lakóhelyüket. Ők ugye nem lesznek ingázók, viszont megvan az a csoport, aki a szüleivel él, és onnan ingázik a munkahelyére. Ez általában abból adódik, hogy az önálló életkezéssel járó, főleg lakásfenntartási terhek, azok kiküszöbölhetőek ezzel az ingázással.
És vagy néhány esetben ugyanannyiba is kerülhetnek, vagy szinte ugyanannyiba is kerülhetnek, ugye itt jelentősége van a távolságnak. Hogyha megnézzük azt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében milyen területeken, milyen nagyobb városokban, centrumokban vannak ingázók, vagy ingáznak az emberek, akkor ön hozott nekünk egy térképet, azt szerintem meg is fogjuk tudni mutatni, akkor mely nagyvárosokat emelné ki? Hát elsősorban ugye Nyíregyháza az, ami az ingázásnak a központja a megyén belül, és főleg a megye településeire terjed ki ennek a vonzás körzete. A Nyíregyházára érkezőknek a 92%-a az Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakos. Összesen Nyíregyházan 18 ezer munkavállaló érkezik. Ez ugye nagyobb, mint Máté-Szalkának az ország, a megye második legnagyobb településének a lakónépessége. Tehát Nyíregyháza után Máté-Szalka. Nyíregyháza után Máté-Szalka következik, az ingázók számát tekintve az olyan 4400 fő, aki Máté-Szalkára érkezik, 4000 közeli Kisvárdára, több mint 3000-en érkeznek Nyírbátorba, és Fehérgyarmat, Vásárosnamény, illetve Záhonynak is több mint, hát ilyen 1400-1800 fő az a létszám, akik naponta érkeznek ezekre a településekre. Tehát ezeket tekinthetjük központoknak. A vonzás körzetük az nagyjából a környékbeli településekre terjed ki, Nyíregyházára, ugye a nyíregyházi járásból, illetve a szomszédos kemecsei, ibrányi járásból érkeznek a legtöbben. Illetve megvannak azok a kisebb települések is, ahová számszerűen, tehát abszolút értelemben viszonylag kevesen érkeznek, viszont egy-egy kis foglalkoztatónak a jelen, vagy egy nagy foglalkoztatónak a jelenléte, az azért felül tudja írni azt, hogy az ingázásnak a fő irány az általában a nagyvárosok felé mutat, de példának hozhatjuk Eberjeskét, ami Záhony mellett is szintén egy vasúti átrakóval rendelkezik. Ez képes vonzani azt a munkaerőt, ami mondjuk az ottani 1200 fős lakossághoz képest egy jelentős, több mint 660-an járnak oda, tehát a saját népességének több mint a fele. Tehát elég egy vagy két jelentős foglalkoztató ahhoz, hogy egy nagyobb ingázás legyen azon a településen, vagy azon a területen, de azért az megfigyelhető, visszatérve erre a térképre, hogy a nagyobb ipari centrumok környékén jellemző az ingázás. Így van, általában a feldolgozóipari, kereskedelmi profilú cégek, építőipari vállalkozások, szállítás-raktározásákba tartozó gazdasági szervezetek azok, akik markáns vonzerőt tudnak gyakorolni a térségükre. Illetve az ingázásnál ugye fontos azt is kiemelni, hogy többféle motivációból fakad ez az ingázás, tehát általában a saját településén elérhető munkahelyek hiányára utal, de sokan választják az ingázást, mint egy jól átgondolt életformát, hogyha azokra gondolunk, akik nagyvárosokból költöznek ki a külterületekre, és onnan járnak kertvárosokba, és akkor onnan járnak be. De általában azért a kényszer szüli ezeket a lehetőségeket. Ez nagyon érdekes. Mennyi időt fordítunk ingázásra, hogyha lehet egy ilyen számszerű adatot kérni? Az ingázók több mint kétszeresét fordítják utazásra, mint azok, akik nem ingáznak. Az országos átlagban 20 percet utaznak azok, akik nem ingáznak, értelemszerűen 40 vagy annál is többet azok, akik ingáznak. Ez a megyében egyébként egy olyan 15 percet utaznak a nem ingázók, és ennek több mint kétszeresét, 37 perc átlagosan az ingázóknak az ideje. Van még egy nagyon érdekes szegmens, ez egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét annyira nem érinti, ez a külföldre való ingázás, viszont az ország nyugati területeit igen, mert hogy a külföldi munkavállalás miatt egyre többen, akár napi szinten is átlépik az ország határt. Így van, itt egy igen meredek emelkedést látunk a 2001-es, tehát az ezredforduló mért népszámlálási adatokhoz képest, mint egy ötszörösére emelkedett azoknak a száma, akik külföldre ingáznak naponta. 28 ezeren vannak ők egyébként, az ingázóknak azért egy kisebb csoportja, tehát összesen 2%-a. Ebből 22,5 ezeren Ausztriába mennek, főleg ugye Győr-Moson-Sopron megyéből, illetve a szintén Schengeni övezethez tartozó Szlovákiába 2,5 ezeren járnak át. Ott ugye Pozsony közelsége miatt megint csak Győr-Moson-Sopron megye az, ami kiemelt terület, tehát ahonnan az ingázás indul. Köszönjük szépen, Varsányi Tamás, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.